Szevasztok! Sziasztok! Üdv mindenkinek, Dino vagyok, ez pedig nem más, mint a GTA San Andreas. GTA San Andreas PS2 emulátor verziójának következő része, ami a 30... Ha? Vagy? Hetedik? Hetedik? Talán a hetedik, legyen a hetedik, 37. része, amiben, mint ígértem korábban, Ambulance mentőzni fogunk. Let's go! És ugye Norbival beszéltük a live alatt. Azt hiszem a live alatt. Vagy utána? Nem tudom. Hogy ő Angel Pine-ba szokta. Igen, én is csináltam itt többször. Ez nem egy olyan rossz kis hely egyébként. Bocsánat. De leginkább, mindjárt megmutatom. Én... Hogy kell? Zoom out. L2. L2. R2. Én így szoktam csinálni. Nem tudom miért, de most Angel Pine-ba fogjuk csinálni. Azt se tudom, hogy miért. Mert itt volt kedvem. Ja, meg innen. Közben ugye abba maradt a... mindjárt mondom. Auto Export Import. És kell nekünk egy freeway, amit itt egész könnyen megtalálhatunk, úgyhogy ezt fogom majd elvinni. Viszont arról nem lesz videó, én már elszállítottam oda 2-3 autót körülbelül. De volt annak is nézettsége, és nem is ezen volt a hangsúly, hanem azon, hogy nem akarlak annyira untatni titeket ezzel. Szerintem nincs rá akkora kereslet, mint amúgy. Jó, hát lehet, hogy erre se, mert ez is olyan akciószegény, mondhatni így, hogy nem lett volna érdemes fölvenni, de felszoktam, és most is így fogok tenni. Úgyhogy menjünk, mentőzzünk egy kicsit. 12 szint. Az egészből, ami nem sok, de több, mint a semmi. Bízok benne, hogy egy olyan 20-25 perc alatt ez meg lesz. Remélem. Ha esetleg hamarabb, akkor rekordot írunk. És döntünk. Ez persze szükséges az is, hogy ne legyenek a lassan járó mamókák, meg papókák. Papuka, haladjon kérem, köszönöm. Mert itt korai kezdés van. És fittek vagyunk, nekünk megy, csak a betegeknek nem. Hoppá. Jó, ez nem baj. Eltüntettünk egy problémát. Nem baj, hogy keresztbe állsz. Semmi gond. Jó, még ezektől az autósokkal kell. Ezektől az autósoktól. Jó. Nekünk 11:30 van, amikor fölveszem, úgyhogy nyugi. Hova mész? Hova dúródsz? Őszintén. De legalább körözést nem kaptam. Ennek örülök. Ugye a kis dolgoknak is örülni kell. Ja, meg van egy hírem. Ez is szintén egy kis dolog. Lassan egy év, 4 hónap után. Hát 3 hónap. Valamennyi, nem tudom pontosan, de 1 év, 4 hónap alatt. Meglett a GTA San Andreas mobilos verziójának a 100%-os végigjátszása. Visszatették az oszlopot, az agyátokat. Amiről szerintem a következő videóban, ha nem felejtem el, fel fogok tenni egy képet nektek, megmutatom, hogy megvan a 100%. Na, az fájt, az nyögvenyelős volt, Zero-nak az RC-s küldetései, az összes autós küldetés, mármint iskola, az kegyetlen volt. Plusz motoros, hajósa nem volt gond. Repülős, igen. Mi volt még, ami nehéz volt? Nem tudom, sok minden. Abban nagyon sok minden nehéz volt. Nem, el se képzeltem volna, hogy ilyen nehéz lehet bármi. Ugye én, aki világ életében ezzel játszott, valahogy nem férte kis buksimba bele, hogy ebből vannak ilyen nehéz verziók is, de nem baj. Még egyet kihúzhatunk így.
De most hova akarsz szállni? Ja, hátra. Jó, gyere. Itt vagyok. Itt a fehér piros autó. Látsz? Nem lát. 48 másodpercünk van. Itt vagyok. Haló? Itt vagyok. Itt, erről. Erről. Látsz? Itt vagyok. Na, jó van, meg vagyok. Szia. Örülök neki, téged is megtaláltunk. Jó van, hagyjam a lelked. Te. Szenilis állat. Szóval, ja, a platformokról kihúzhatunk még egyet a listáról. Ugye már megvan a PC-s, lassan a PS2. PS3 még úgy csordogál. Nem nagyon volt időm vele foglalkozni, ugye jön megint a tavasz. Sűrűsödnek a dolgok. Így nem nagyon foglalkozok vele. Meg hát ez nem egy ilyen most important thing, hogy azzal nekem most feltétlen foglalkozni kell, azt szabad időben szoktam tolni. Egyébként valaki kérdezte, hogy nem akarom azt is videóba végigjátszani. Hát én nem tudom. Vadállatok vagytok, hogyha azt is végignéznétek végigjátszásban. Mondjuk én kinézem belőletek. Nem tudom, hogy két pofára tudnátok zabálni a GTA San Andreas. Jó, én is szeretem. Nyilván életem a játék. Pláne ez. De szerintem az már sok lenne. Nem akarom annyi féleképpen végigjátszani itt. De ha szeretnétek, miért ne? Ja nem, meg pirosba kéne megállni. Kedvesem. Nagyon jó. Ezek a parkoló autók itt különösen nem tetszenek. De nem baj, megbirkózunk velük. Ezekkel lesz még itt baj. Jó, nem? Oké, túl kell jönni rajtuk. Ez benne leszek. Kis... Jajaj! Próbálom memorizálni, hogy ott nem szabad leragadni. Elő volt hely? Igen, nagyon jó. Ez is megvan. És íme, level 6. Jó, hát ahogy közeledünk a vége felé, úgy lesz egyre nehezebb, ugye? Több kör, több ember a végén, ha minden igaz, 12 szint ugye, akkor 4x3 embert kell felszedni. Az hol van? Ja, az úton, hát hol máshol lenne? Körözést nem kéne összeszednünk, arra nagyon kell figyelni. Mert a mentőautóból riprop kikapnak. Nem nagyon válogat a biztos úr. Szereti a rendet piszkosul. Ami? Nagyon jó, és még lassú ma még nem volt. Azt lehet, hogy le kéne kopognom előre, de most egyelőre vezetek. Illetve próbálok. Még mindig szokom ezt a joystickos kormányzást. Hiába játszottam évekig joystickkal. Kedves komámnak. Volt egy PS2-ese. Hát a 2008-9-es évek körül. És akkor minden második hétvégén összejártunk játszani. Akkor az volt a módi, és nem telefonon üzengettük, hogy összejátszani. Megbeszéltük előző héten, vasárnap, vagy szombaton, de leginkább szombaton, hogy következő szombaton megyek játszani. Azt hittem, te akarsz vezetni. Beszállsz még ma? Köszi. És én ott voltam minden szombat. Hát délig. Általában délig nyomtuk, délután a grundon rúgtuk a labdát. Grundon, hát nyáron, igen. Télen meg mentünk a bitumenre, hogyha nem esett a hó. De hogyha esett a hó, az se zavart, mert cserép darabokkal letoltuk a havat a bitumenről, aztán mehet neki. Ez volt a terv. De a régi szép idők. Így de déjà vu lett. Jaj. De ne sztorizgassunk, nem erről szól most a dolog. Hol van még? Ott előttem a piros, igen, látom. De neked hátra kéne beszállnod, barát. És úgy néz ki, hogy sikerül. Oké. Még itt van kettő. Ja, egyik sem a ma. Gyere. Gyere, rednek, csávó. Oké. Ezzel meg is lesz. Ja nem, mert még ott ugye van egy... Ej!
Ez nagy vasaló, ezzel vigyázni kell. Nem szabad ütközünk, mert sérülnek, és hogyha... Hát nem tudom, hogy azt honnan tudja, de a játék ugye gondolom figyelemmel követi, hogy mennyi életük van, ha az letelik. Ezt mondjuk igazán hát tudtunk ráadhatták volna még annó, hogy mennyi élete van az emberkének. Akár külön három csíkba. Ha elfogy, akkor úgy közlekedik az ember is. Igen, itt van, Landstalker, köszi. Szóval igen, ja. Ezt akartam röviden tömören elmondani. Meg nem tudom, mibe kezdtem bele. Kezdek én is fáradni már így este felé, de ezt már meg akartam csinálni. Úgy volt, hogy nem veszem föl videóra. De aztán elmondom mégis. Közben ugye gyűjtögettem az autókat az Auto Export Importhoz. Abból sem akartam videót, hogy nehogy szétunjátok a fejeteket. Nem az a lényeg nekem, hogy mennyi nézettsége lesz, hanem hogy ti ne unatkozzatok, mert nem értem megy, hanem értetek. Illetve értem is, mert én meg szeretek játszani. Utolsó? Ja, utolsó. Oké. És aztán van még... Aha. Igen. Van még egy, meg egy fél. Durván egy fél, hát a hármat elég nehéz elosztani két felé. Illetve itt valakit eltaposok, akkor az egyben meg lesz. Á, nem erre kellett volna jönnöm, nem baj. 1 óra 50. 1 óra 50? 1 perc 50 másodpercünk van. Hát ez az, ügyes. Nagyon jó vagy. Mondjuk én is. Lehet, hogy nem így kellett volna megfordulni. Semmi gond. Hol vagy? Hol vagy? Itt vagy? Nagyon jó. Meg egyelőttem ezek a repülők. Ne itt száldogáljanak, mert... Ezektől, hogy vérzést kapok. Nincs szerencsém velük valahogy. Állandóan vagy mellém, vagy belém csapódnak be. A karma dolgozik. Maximálisan dolgozik a karma. Jó, és akkor még van kettő. Menj innen. Jó, ilyenkor ütközhetek. De ez az autó, hogy miért parkol itt állandó jelleggel? A legrosszabb helyen. Mondjuk lehet, hogy beállhatnék én is a másik oldalról, de mindegy, jó ez így. De már most már mindegy. Jajaj, itt óvatosan. Oké. Gyere csaje. Ja, azt hittem nem látod, hogy hol vagyok. Oké. És van, és már a 9. jön. Gyerekek, nagyon megyünk. Hasítunk. Hol van? Itt van. Ez. Ugye ez, igen. Még csak 14. perc jön. Futunk! Rohamba! Nem kéne elütni senkit. Sokat segíteni a dolgon. Jó, itt túljövünk, igen. Gyere, uram! Meg még egy uram. Te előre szállsz be. Nagyon jó! Oké, mehetünk, egyet le is adunk. És akkor itt jelenleg úgy van, hogy 3 teleautó. Így állunk meg. Azaz. Na ki a király? Hisz át minden ki, mert ugye 3 szabad hely van. Mama? Jaj ne! Lassú mama. Lassú mama, legyen szíves. Szálljon be, könyörgöm. Még a héten. Oké. Megvan, megtalálta az ajtót. 2-3, ez lesz. Jó. Őt felveszem. Visszakanyarodok. Ő is lassú mama. De jó. Hát ezért könyörögtem, hogy ne. Léci játék, ne. De. Csak tolja. Jó, ő már papesz. Papesz. De ez meg a lassú papesz? Nem. Ő tudja, szedi a lábát. Itten sürgősségi van. Oké, ambulance is full. Driving skill? Nőtt. Hát nem csoda, figyelj. Mentősöknek azért kell a driving skill. Mert hát mi másból, ha nem abból táplálkoznának. Kimegyünk itt a fák között.
Valahol. Igen. Jó, jajaj. Ja, nincs utasunk, ilyenkor nem baj. Szállj be. Kérlek, alásan. Te gyors vagy? Igen. És már jön a tizedik. Óvatosan. Oké. Oh, jön a tizedik, gyerekek, jön a tizedik. Ajaj. Nem jön a tizedik, hogyha itt belevágódok mindenbe. Szerényebben kéne vezetni. Jó. Van, itt lesz három velünk szembe. Mumbi, menj innen, most nem neked van itt az időd. Nagyon jó. Kettő, ott a harmadik. Mamesz, legyen szíves. Szammogjon ide, kérem. Remélem a rendőr, mentőautó is kibírja odáig. Ez a jó parkolási módszer. Legalább el tudok indulni normálisan. Mennyi mumbi van itt? Mi van itt? Ezért az ia. Egy felvonulás. Itt van egy megvehető ház. Ezt lehet, hogy meg is fogjuk venni közben. Hoppá. Bár már szükség nem lesz rá, de nem lehet tudni. Meg a 100%-hoz kell, ugye? Ahhoz mindenféleképpen. Ó, 100%. Ha esetleg valaki közületek tudja, hogy Xboxnak van-e valami emulátorja, és leírna nekem esetleg privátba, vagy itt is kommentbe, azt megköszönném, hogy hol tudnám én a San Andreas kijátszani Xboxon. Mert hogyha vennem kéne hozzá Xboxot, az annyira nem esne jó, de hát na. Mindegy. Ezért lehet, hogy megtenném. Nem tartom kizárnak. Jó, te gyors papi vagy, igen. Ne, ne! Ne üsd el, ne üsd el! Erre, erre! Léci, papi! Papi! Papika! Papika! Tessék beszállni. Nagyon jó. 25 másodperc. Jó, idővel egyébként egész jól állunk, mondanám, de... 2 perc körül járunk. Hátra kell beszállni a maminak. Á, igen. Motoros? Jó, most már nem lett baj, oké. Okay. Let's go. És marad egy emberünk. Meg 2,5 percünk. Hát ettől jobbat nem is kívánnék. Vagy motoros? Átvág előttem, az bemegy oda kajálni. Gratula. Ja, bocs. Jó lesz, jó lesz. Na. Pont a pirosba kell megállni. Mármint nekem, nem nekik, mert ők a pirosnál megállnak, azt tudom. Itt van még az egy, az út bal oldalán volt, ha jól láttam. Igen, 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 igen. Méghozzá egy nénye. Jó. Nem baj. Ezt még nem érzi. Nem tudom, hogy mennyitől robbannak le. Mikor ér véget a misszió, de nem is fogjuk ezt most megtudni, mert próbáljuk a legóvatosabban, ahogy csak lehet. Dob be, itt van 3, nagyon jó. 11. szint, srácok, 11. Ó, az igen, na az bevágódott. Tessék ide jönni. Lesz a következő 3-as pak. Milyen 3-as pak, hát nem izé vagyok, DHL. GL-es. Jó, kijátszottuk a rendőrt is. Óvatosan, mert ezzel is el lehet ütni őket. Jó. Ott van még 2. A sarkon, nagyon jó. Hama!
Rászózza rám. Kend. Na, oké, megvan. Figyelni kell pontosan, hogy mikor kell elindulni, mert ezek képesek kiesni, aztán még itt valamelyik debil ledarálja őket az autóval. Nem akarok repülőt a közelbe. Pihenjenek, most ne repkedjenek, jó? Majd a következő részben nyugodtan. Ott repkedhetnek. Jó. És még egy befér. Utána ugye a következő körben már teljes kocsival fogjuk elvégezni az utolsó kört. Nem akarok a rendőrbe beletolatni, azt nem szeretném, abszolút. Jó. És pont, hát az egyik a nagyon végén van, de nem baj. Ott van nekünk a safe house. De hát annyi baj legyen. Itt áll a zöld autó, hihetetlen. Átvágunk megint itt a fák között. Hol vagy? Hol vagy? Jajaj. És egyébként srácok, most itt eszembe. Régen, még a San Andreas-t úgy toltuk PS-en, hogy ketten. És ugye ott nem volt izé osztott képernyő, hanem egy képernyő. Ha kiszaladtál, akkor szevasz. Meg kell várni a társadat? Egyikünk vezette a motort, a másik meglövöldözött össze-vissza. Mert hát ugye nem céltudatosan mentünk, csak menekültünk a rendőrök elől. Meg mindenki elől, aki megtámadt. Jó volt. Néha azért picit visszasírom ezeket az időket. De lesz ez még így se. 6050. Na hogy, oj, de jó vissza-vissza. Köszi. Te jössz ide? Jössz, oké. A szándokán, szia! Te élsz? Nem a Sea of Thieves-be kéne lenned? Tehát meg egy hajóács. Lehet, hogy ennek is ott kéne lenni. Meg a konyhás fiú. Ja, nem, ez nem az. Nagyon bátran szálltál be itt a jobb egybe. Nem tudtad, hogy itten veszély lehet. Én is csak bíztam benne, hogy nem üt el senki, nyugi. Megvan az első kör. Elintéztük ezt a lámpát, ne legyen útba. Papi. Oké. Okay. És mami. Hátul van hely csak. Nem baj. Jó, még most jók vagyunk. Nem lesz útba. Nagyon jó. Megvan a második kör. Inkább érjünk le, és utána mondom. Most van meg a második kör. Még két kör. Meg lesz ez már, srácok, meg lesz. Hát 25 perc alatt azért nem, de közel leszünk hozzá. Majdnem jó tippeltem. Egy. Azt meg egy körrel föl tudom venni. Nagyon jó. Kettő. Futás, futi. Mint hogyha a krumplisba menné. Vagy címerezni. Jaj. Nem tudom miért nyomtam le a féket. Hirtelen lepillantottam a számlálóra, de... Meg is ijedtem egyből. Úgyhogy nem nézgelődök itten félre. Nagyon jó, és akkor az utolsó kör, srácok. Innen már. A zsinórban vagyunk. Cél egyenes. Nem ütünk el senkit, időben fékezünk, időnk van. Ha a repülő be nem csapódik, vagy egy űrhajó, akkor ez már innen megvan. Ezt már nem beheti el tőlünk senki. Ott még egy gyors papi van, nagyon jó. Nem három lassú nénit kaptunk el. Jöjjön kérem szépen. Szálljon be. Ez az. Mentőautó teli. A lelkem boldogsággal. A mentő. Sebesült el.
És innestől kezdve azt azért megnézzük, hogy briefbe, igen, nem briefbe, statba a MISC 4332 ott van, megvan, megcsináltuk ezt is. Nagyon jó. 43-32. Hát jó. Kicsivel több, mint 0,50%-ot kaptunk. Ennek is örülünk. Srácok, köszönöm szépen a figyelmet és a kitartást. Innen fogjuk folytatni. Hát innen nem, de ugye a következő rész. Igen. Remélem velem tartatok. Szávasztok. Meg megyek, ledobom ezt a mentőautót, mert már most már elég volt ebből. Itt el is mentem, hát aludni kell, már korán van, vagy későn van, vagy mi van. Valami van. Nem tudom, hol lakok. Mi a gyász? Hol vagyok?